Most adunk neked egy extrém feladatot, oké? Lady Gaga! Örültem is neki, fájt is, mert mindenkinek valahogy olyan egyértelmű, hogy ja, hát ez hú, könnyű meg fogja csinálni. Számomra nem annyira egyértelmű. Aha, szenga, szemüveg, az megvan. Papa! Papa! Paparazzi! Ah. Ilyen reszelős, rockos, popos, pánkos hangom van, neki meg egy csilingelő pop hangja van, úgyhogy én nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk ötvözni. Baby, I'll be famous, kiss you down until you love me, papa. Arra fogok hangsúlyt fektetni, hogy valahogy a gagaságot megfogjam, tehát ezt a groteszk világot, amiben ő él. Jaj, de szép vagy. Szerintem 12 éve nem táncoltam, úgyhogy az öreg végtagokat megint fölrázok, és neki megyünk a táncnak. Monster kéz, és haladunk vele a térben, hogy 4, 5, ha megcselekedjük, mit megkövetelt a Gaga. Wow. Színpadon, aki nem parázik a paparazziktól, Pápá Pásztor Anna. Bravo, Pásztor Anna! Na hát ez egy igazi show volt. Valami olyan furán csillog, nem merek oda nézni. Átadok Berecki Zoltánnak. Figyelj, ez egy... Nyilván, ahogy elmondtad a kisfilmben, és itt baromi nehéz feladat, mindenki azt gondolja, hogy ez persze milyen könnyű Pásztor Annának, aki egy extrém valaki. De itt azért nagyon-nagyon fontos volt a pontosság. És én azt baromira díjazom, amikor valaki szögről szögre leveszi azt a pici sok-sok részletet. És én ezt itt most láttam. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyon-nagyon tetszett. Annak ellenére, hogy
Ugye ez lejjebb volt rakva egy picit, ugye? Nem az eredeti hangmagas hangnembe volt. Ugye? Hat hang. Igen, de ennek ellenére nekem nagyon-nagyon tetszett. Majka, szerinted hát is picit, ilyen ez igazi Anna? Igen, nem picit volt lejjebb rakva. Szerintem egy kicsit elveszette a nóta azt, amitől izgalmassá vált. Az, hogy maga hogy nézett ki a produkció, az viszont nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Jó, azért mondok rosszat is, mert azért nagyon sok helyen volt szerintem hamis most az Anna. Én annyira nem szerettem az éneklést, de magát, ahogy Lady Gaga kinéz, meg végre én látom, egy nőt látok a Pásztor Annában, tehát aki így férfiként is érdekelni tudna. Megvédhetem az Annát? Bocsánat, azt mindig elvárjuk, hogy megjelenjen egy klip a szemünk előtt, és közben kifogástalanul énekeljünk, igen, úgy, ahogy nehéz, a stúdió felvételen. De hát Natalia Oreiro megoldotta, bocsánat, kérem. Jó, ott azért jelentősen egyszerűbb volt a feladat, szóval, hogy hadd védjen meg az Annát. Igen, műmellel sokkal kezdett megoldani. Ez állati nehéz feladat volt. Igen, nehéz volt, de most, hogy a Berezki elmondta helyettem, a produkció jó volt, az éneklés kevésbé, de hát ugye nyilván itt a kettőt kell majd összhangba hozni a pontozunk. Hajós András. Megpróbáltam megúszni, nagyon keveset, úgy fogok járni, mint a Adida Didinél, hogy a produkció rányom, én gagátlanul élem az életemet, bevallom, és nem tudok erről sokat, egyáltalán nem izgat fel ez a jelenség, kifejezetten idegesít. Igyekeztem, nagyon dicséretes volt a színpadi produkció, tök jól mozogsz, főleg ha nő lehetsz végre. Időnként voltál csak egy kicsit Varga Viktoros, de egyébként tulajdonképpen nő tudtál maradni. A dalt nem bírom meghallgatni, mikor felkészültem, se bírom végighallgatni. Nem tudok mit csinálni, szóval én gondolkozom, keveset tudok. Jó, de az Anna sem ilyen, és ahhoz képest szerintem nagyon jó Lady Gaga volt, nem? Igen, de ha én azt láttam, hogy tényleg bezárt a pszichiátria, és nagyon sokan vannak munkanélkül. Én ezt láttam a színpadon. Hát ez a Lady Gaga. Ez az. Claudia, hát ha megvéd Claudia Anna. Tudom, hogy én nekem kellene, és adásul nekem tényleg az Anna, én egy fantasztikus személyiségnek tartom. Én azt gondolom, hogy a magyar undergroundnak az egyik legkiemelkedőbb alakja az Anna, és mégis rájöttem a harmadik adásra, hogy mi a legnagyobb probléma, ami egyébként szerintem pont az Anna erénye, hogy én mindig látom Pásztor Annát. Tehát, hogy egyszerűen mindenhol kibújik, Kóbor János alatt is kibújt, szóval mindig előtörekszik nekem, és most fantasztikusan táncoltál meg minden. Nekem hiányzik, nem? Tehát, hogyha ez a műsor arról szól, hogy valaki énekelje el ezt a számot, akkor énekelje el, és ez tudom, hogy egy nehézség, én imádom az Annát, én mégis azt gondolom, most volt talán a legjobb, de talán azért, mert a mozgásban ő hozzá a legközelebb állt. De nekem ez hiányzik három adás óta, valahogy. Ami a legjobb benne, hogy ő Pásztor Anna. Minden alkalommal. Hajós András, hány pontot adsz Lady Annának? Aj, miért csináljátok ezt velem? Én nem tudok mihez nyúlni. Ponttal lehet ölni, tessék. Én nem tudok mihez nyúlni, mint ahhoz, hogy szórakoztam most, mint néző. Elnézést, hogy ebben rajtad kívülálló okok is benne vannak. 7 pontot adok. Jó az. Hát nem annyira rossz az, Claudia. 7 pontot tudok adni. 7 pont? Berezki Zoltán? Én nekem azért ennél jobban tetszett, ez egy 8 pontos volt nálam. Megyünk fölfele, hát a Majka még rádob egy kicsit. Nem dob rá a Majka egy kicsit, sajnos 7 pontot adok én is. Jó az. Jó az. Jó az. 29 pont a zsűritől. Na de hát ezen lehet még korrigálni, hogyha szeretnék, hogy Anna a jövő héten is velünk legyen, akkor küldjenek SMS-t az Anna keresztnével.